A cigány holokausztra emlékeztek ma a Wojtyla házban, majd ezt követően a Műkertvárosi Cigány Arcú Krisztus keresztnél. Az előbbi helyszínen Mák Kornél alpolgármester beszélt a kecskeméti romák tragédiájáról. A megemlékezés szervezői szerint a hitleri Németország pusztító sátánként akarta kiirtani a cigányokat a világból. Sok száz kecskeméti is az áldozatalai lettek a borzalmaknak. Ezért Istenhez fohászkodtak, hogy távolítson el a világból minden hasonló rosszat és gyalázatot. A megemlékezés után emlékmenet indult a Wojtyla házból a Műkertvárosi kápolnához, ahol koszorúzással és gyertyagyújtással, valamint tiszteletadással ért véget a megemlékezés.